Tamásiban Öreghenyén 30 háztartást érint az ivóvízhálózat kiépítés, amely a Paksi Ipari Park Közép-Dunamenti Térség Fejlesztési Nonprofit Kft. 436 millió forintos támogatásával valósul meg. A 2021 őszén kezdett projekt részeként a város 6 külterületi része közül az utolsó helyszínen is hamarosan elkezdődnek a kivitelezési munkálatok. Ivóvízhálózat kiépítése, valóban az utolsó ütemnél tartunk. Öreghenye a külterület neve, ahol hamarosan elkezdődnek a munkálatok. Itt 60 embert érint, és közel 30 háztartást. Azt is fontos elmondani és hangsúlyozni, hogy Öreghenye szegregátum terület, tehát különösen hátrányos helyzetű. Ezért is nagyon fontos, hogy az itt lakók számára elvigyük a vezetékes ivóvizet. A Központi Statisztikai Hivatal különböző elsősorban szociális szempontunk szerint tartja nyilván Öreghenyét szegregátum területnek, tehát az azt jelenti, hogy az átlagnál hátrányosabb helyzetű, halmozottan hátrányos térségről, utcáról, itt most egy külterületi utcáról van szó. Az első két ütem, illetve az első másfél ütemmel érintett külterületeken a lakosság 46%-a, az érintettek 46%-a már rákötött. Bízunk benne, hogy az év végéig ez a rákötési arány 100%-os lesz. Így tehát Adorján pusztán, illetve Kosbán, Tuskosan és Újvárhegyen már év végére minden csapból egészség és ivóvíz fog folyni. A kivitelezési feladattal megbízott cég mintegy 2600 méter nyomvonalon fekteti le azt a vezetéket, amelyen keresztül ennek a település résznek is megoldódik a vízellátása. Előre láthatólag útlezárással nem kell számolnia az itt élőknek, hangsúlyozta az ügyvezető. Nagyon örülünk annak, hogy a közbeszerzési eljárás ezen fázisában meg tudtuk nyerni ezt a kivitelezési munkát. Ha szabad azt mondani, szeretünk hazai pályán játszani, és hát valóban szeretnénk kihasználni nyilván az előnyeit annak, hogy itthoni településen belüli munkálatokat tudtunk ezen a közbeszerzési eljáráson megszerezni. Nagyon szeretnénk augusztus hónapban elkezdeni a munkálatokat, de legkésőbb mindenképpen a szeptemberi hónapban, és nyilván azok a munkálatok, amelyek érintik az erre közlekedőket, az itt lakókat, és hát nyilván a naponta erre közlekedőket. Én azt gondolom, hogy a vonalas létesítmény kivitelezési munkáihoz kapcsolódó kellemetlenségekkel kell számolnunk. Én gondolatom szerint olyan fennakadást, amely bárkinek áttervezésére, az életvitelének, vagy a munka kapcsolatának, munka végzésének az átszervezésére szolgál, beleértve akár az őszi betakarítást is, nem kell, hogy számoljunk. A csövek lefektetési munkálatai a 61-es számú főútról lekanyarodva rögtön a bekötő út elején kezdődnek. Gyakorlatilag lesznek olyan műszaki specifikumok, amik azért kvázi egyfajta kihívást jelentenek. Ez például a vasút alatti átfúrás sajtolást, a koppánypatak alatti átfúrás sajtolásokat, kerékpárútra, kedves nézők bizonyosan emlékeznek néhány évvel ezelőtt a Regőj Tamási kerékpárút nyomvonalát is keresztezni fogjuk, de természetesen ezeket amellett, hogy magas műszaki felkészültségeket igényelnek, meg fogjuk úgy oldani, hogy gyakorlatilag a lakosság érintettsége ebben a munkafolyamatban nem lesz tetten érhető. 2100 méter nagyságrendben, mintegy 2100 négyzetméter nagyságrendben fog kiépülni a 110-es vezeték. Emlékeim szerint körülbelül 560 méter folyóméter hosszon fog kiépülni a 90-es átmérőjű vezeték. Talán polgármester úr említette volt, mintegy 26 vízmérési hely kiépítése lesz, ami 25 lakóegység vagy ingatlan betáplálását fogja biztosítani. És hát vannak védőcsövezéseink, elágazásaink, tűzvédelmi szempontokat figyelmembe vevő tűzcsap kiépítéseink.
Én azt gondolom, hogy az ivóvízellátási komfortja, mint szükséges alépítmény a település részen lakóknak mindenképpen teljes szintű ellátást fog biztosítani. Tamási külterületi részén Öreghenyén legkésőbb 2023 elején elérhető lesz a vezetékes ivóvízszolgáltatás. Az ivóvízhálózat fejlesztése Tamási külterületi részein 10,5 km hosszan lefektetett csőrendszert jelent.